Az Észak-Magyarországi a nyolcadik legszegényebb az Európai Unió 273 régiójából, ez derül ki az Euróstat legutóbbi adataiból. Magyarország többi régiója sem teljesít sokkal jobban, a hét régióból négy a legszegényebb húsz között szerepel. Ráadásul a leszakadó magyar térségek négy éve alatt szinte semmit sem léptek előre. Erika ináncson él egy önkormányzati bérlakásban két fiával. Az asszonyal a házon kívül forgatott a közelmúltban. Az édesanyja sokszor nem tudja befizetni a számláit. Csak ételre futja, arra sem mindig. A gyerekek sokat nélkülöztek, sajnos. És tényleg úgy vagyok vele, hogy mindig egyenek ő pedig Piroska, aki az enci önkormányzatnál dolgozik. Az asszony közmunkásként nettó 47 ezer forintot keres. Mindketten az Észak-Magyarországi régióban élnek, ami az Euróstát szerint a nyolcadik legszegényebb Európában. Az egyfőre jutó GDP itt az uniós hátlag mindössze 40 a Magyarország többi régiójában sem sokkal jobb a helyzet. Észak-Alföld a 11 dél Dél-Dunántúl és Dél-Alföld pedig holt versenyben a 12 legszegényebb régió. A helyzet évek óta változatlan. Észak-Magyarország ugyanúgy 40%-on áll, mint 2010-ben, miközben az egyik lengyel régió 6, egy román pedig 7%-ot fejlődött. Az emberi erőforrások minisztere szerint a régiós mutatók nem mutatnak teljes képet. Balogh Zoltán szerint Tiszaújváros például kifejezetten jól teljesít. Mi majdnem 200 régióra, mikrorégióra osztjuk föl járási alapon, szemléljük ezt, hiszen ha arra gondol, hogy Észak-Magyarországon például a Tiszaújváros, amelyiknek az egyik legmagasabb az az egyik leggazdagabb város Magyarországon, akkor az jelzi az, hogy itt igazából nem elég finom az érzékelés. Az MSP szerint a kormány elhibázott politikája miatt szakadnak le a régiók. A valódi ok az az, hogy egy rossz társadalompolitika, a rossz gazdaságpolitika és egy nagyon-nagyon-nagyon rossz oktatáspolitika az, ami együttesen ezt a rossz eredményt eredményezi. Európai összehasonlításban még lehangolóbb a magyar régiók helyzete. A listán Pozsony a hatodik, Prága a kilencedik, Bécs pedig a 12. leggazdagabb régió. Hozzájuk képest még a magyarok közül legjobban teljesítő Közép-Magyarország is jelentősen lemaradt. Fejlettsége alig haladja meg az uniós átlagot.